Na üdv, srácok! Én Turbo vagyok, és ez a... Válaszoljunk a kérdésekre! Nem tudom, hányik epizódja, az, a második, harmadik. Kitettem Facebookomról, hogy jöhetnek kérdések, és azokat meg fogom válaszolni itt nektek Facebookon. Ennek az első alanya. A következő. Ö, hogy érzed magad a mostani lakhelyeden? Hogy áll a házikó berendezése? A házikó berendezése konkrétan ugyanúgy áll, mint amikor elkezdtük, annyi különbséggel, hogy az én szobám itt ki lett festve, illetve a nappali, ahol most így mindenki közösen alszik, ki van festve. Mivel jelen pillanatban semmi pénzünk nincsen, mivel még fizetést ugyan nem kaptunk, így hát még várni kell. A következő az a szoba lesz, a édesanyám szobája, majd végül az én szobám. De remélhetőleg ez minden baromi hamar meg fog történni, mert már nagyon jó lenne egy kis belakott otthonkába lenni. Most jelen pillanatban, hogy egy tök üres lakás lenne, amiben van egy normális konyha, meg egy kifestett nappali, meg egy szoba. És még van kettő, ami, ami lutri. Úgyhogy igen, mindenféleképpen várom azt, hogy legyen egy kis pénzünk, aztán tudjunk valamit csinálni, legalább venni valamit, öt fontért valami, mit én polcot, hogy ne egy, ne egy székről kelljen öltözködnöm reggelente. Úgyhogy igen, ez egy kicsit negatív is, de hát folyamatosan egyre jobban próbálunk emberi körülményeket teremteni magunk körül, csak hát ugye ez pénz hiány, ez ugye eléggé nehézkes. Akkor meddig tervezel videózni? Hát ez egy kicsit bugyot a kérdés, mivel konkrétan én, ha, ha nem kezdtem volna bele az eSportsba, akkor valószínűleg már csinálnám ezt vagy 7 éve, mivel, mivel szeretem azt, amikor, amikor úgy csinálok valamit, hogy az valamit valakit érdekel. Tehát például vannak egy csomóan, akik szeretnek mint én festegetni, de nem merik eladni, vagy nem merik kiállítani az utcait. Hát én szeretek játszani, és szeretem, hogyha közben néznek, vagy érted bármiféle ilyesmi. Vagy, vagy érdekli az embereket az, amit éppen tevékenykedek. Ez egy nagyon-nagyon-nagyon fontos dolog szerintem egy ember számára, hogy megtalálja idézőjelbe az életcélját. Hát az életcélom az nekem nagyjából ez ha hülyén hangzik, ha nem. Én nagyon szeretem ezt az egész dolgot, mint a YouTubeozást, mint a livestreamezést, hiszen mind a kettő én vagyok. Magamat tudom adni a kamera előtt, és, és ez, egy, és ez egy baromi jó dolog, legalábbis szerintem. Annak ellenére, hogy egy jó pár nap hiszik, hogy vagy hülye vagyok, vagy pedig az, hogy nincs ki minden négy kerekem. Hát nem tudom, én, én, én magamat adom a, a, kamera előtt, és szerintem az a legjobb az egészben, hogy pont olyankor tudom magamat adni, amikor, amikor kamera előtt vagyok. És ez szerintem ez, ez, egy, ez egy jó dolog, meg nem is, mert ugye a kamerán kívül egy kicsit másabb személyiség vagyok, de nem az, hogy másabb lennének az elveim, vagy bármiféle ilyesmi, hanem egy kicsit ilyen csendesebb lélek. Ö, ki a példaképed? Az édesanyám. Ö, így, mint ilyen sztár vagy, vagy youtubos, ilyenek nincsenek nekem, mint példakép. Egyedül az édesanyám, aki tűzön át engem felnevelt, egyedül, meg kevésbé egyedül, meg Ah, mindegy, ez egy hosszú családi történet, illetve idézőjebb a tragédia is, de na nem kell azt hinni, hogy valakivel van mi rossz történt, csak uh, mindegy, ez a mi részünk. Uh, édesanyám a példaképem, mivel, uh, mivel képes volt 44 évesen feláldozni az egész hátra lévő életét, csak azért, hogy nekem jobb legyen, hogy ide kijöhessünk. ez egy barmi nagyon, du ez, ez, egy nagyon durva lépés. És uh, igen, az édesanyám a példaképem, annak ellenére, hogy nem mindig úgy beszélek vele, mint ahogy emelni, de hát ezen idővel próbálok javítani, mert akármilyen hülyén is hangzik, én szeretnék egyre jobb és jobb ember lenni, főleg attól, aki eddig volt idézőjelben eddig voltam. De szeretnék folyamatosan fejlődni, bár ezt egy kicsit nehéz, mert a genetika lehúzza ezt a dolgot elég rendesen. Úgyhogy, ilyen okos kérdések. Mikor lesz a következő Outlast, illetve mit gondolsz a Titanfall-ról? Outlast lesz, amikor lesz nem tudom, hogy tudjátok, hogy -e mennyire, de itt van jelen pillanatban a és az nem, nah, így nincsen annyira nagyon pofám uh, itt ülni a gép előtt non úgy, hogy ők meg csak nézik a palafont, mert éppen fekszenek az ágyba, vagy kártyáznak, tehát így annyira nincsen, nincsen uh, nincs pofám itt ülni a gép előtt, hogy ők meg ott lent unatkoznak, tehát ez így is eléggé necces dolog. Na mindegy, tehát ez csak emberi része a dolognak, de jövő héten, jövő hét közepétől valahogy így már itt lesz a gépük, úgyhogy majd együtt fogunk játszani. Ö, azt nem tudom, hogy videó belül, de hogy csét, mindenféleképpen livestream alatt, ez biztos. Mit gondolsz ugye a titanfall titán Titanfall, hát egy ígéretes játéknak tűnik így multiplayerbe de hát ez majd kiderül, hogy pontosan ez milyen is lesz, de hát ö, én mindenféleképpen pozitívat, ö, kis plusz jelet oda teszek a a neve mellé, és mindenféleképpen felkeltette az érdeklődésemet, az, hogy milyen fajta játék lett, illetve azok a kis robotok, amiben lehet mászni, és lehet tapos az embert, mint egy patkányt, azért az eléggé szimpatikus számomra. Tehát nem egy kicsit durva a tűnik, de ugye jóféle, jóféle fajta, meg komplex. lesz interjú krekkelés elasztika? mondtam, amint minden révbe ér, tehát már lesz minden kettőknek munkahelye, meg, meg, ilyenek, meg már egy kicsit úgy érezték, milyen az, amikor itt kint vagy, nem pedig három perce vannak itt kint, akkor mindenféleképpen valamilyen úton módon rá fogom őket venni, hogy ide a kamera elé, és elmagyarázzák a kinti élményeiket. De ezt már meséltem nektek, mint ahogy például én is csináltam, csak én 8 napon keresztül vlogoltam nektek ezzel kapcsolatban, amit a napig is csinálok, csak mivel most nincsen kézi kamerám, így nem nagyon tudok más csinálni, csak itt a gépölt magyarázni nektek. Mm. Melyik YouTube partnerséghez érdemes menni? Nem tudom. Én most 9 pillanatban a Körsznél vagyok, de nem tudom. Ez annyira nem érdekel engem, hogy most így a YouTube-ban mennyi pénzt keresek, meg ilyenek. Mert, mert konkrétan, mint magyar, annyira kevés lehetőséged van ilyen téren, hogy konkrétan itt kin Angliában jó, hogyha a YouTube-os nézettségemből tudok venni egy liter tejet konkrétan. Tehát ilyen, na jó, azért nem ennyire durva, de szerintem 5 liter tej után megállna a pénz, amit, amit a YouTube-ban termel, szóval ez egyáltalán nem hoz be plusz pénzt. Ezért sem értem, amikor egy csomóan megköveztek engem azért, hogy engem csak a pénz motivál meg, hogy milyennyire szar, hogy ilyen 5000 megnézik a videómat, azt izé ebből élek, meg ilyenek. Ezek annyira szállalmas kommentek már, bocsássatok, de hát ez van. Sok ember ezt hiszi, közben pedig semmit nem keres az ember a YouTube-ban, mert hát ez, a, ez, ahhoz kevés, hogy, hogy az életcélomat célomat beteljesítsem azzal, hogy ugye ezt tudjam csinálni nektek, vagy a livestreamet, vagy ugye a Youtube-ot, vagy esetleg minden kettőt, de ahhoz ez kevés. Úgyhogy igen. Mikor te Magyarországra jönni? Magyarországra jönni kérlek szépen, április 26-án lesz a Play IT, ezzel ugye egy másik kérdést is megválaszolok. Április 26-án lesz a Play IT, amire mindenféleképpen lesz menni, illetve eddig úgy néz, hogy 99,8%-ban le fogok tudni menni. De ez még azért odébb van, úgyhogy a IT-n ott leszek, úgyhogy ö, ott majd kezet rászhatok velem. Akkor a fejlődni a munkaügyileg, vagy valamit ö, úgy értem más, daytime jobot, illetve mosogatás, vagy parko, parkolgatás, stb. ha igen, mit? Hát a kérdést alapvetően egy kicsit olyan netesen értelmeztem, de te most te azt hiszed, hogy a jelenlegi munkahelyemnél egy mosogató munka jobb? Konkrétan az édesanyámmal dolgozok egy bodegába, amit ketten vezetünk, és, és ott dolgozok. Tehát nekem ez halál jó bejön, annak ellenére, hogy most jelen pillanatban keresek egy másik munkahelyet, de valószínűleg az nem valami mosogatós lesz, de hát ez majd kiderül, hogy mi lesz, de hát ez még egy kis idő. Illetve ha kijön majd a GTA 5 gépre, akkor fogsz a videót csinálni? Ha hogy a viharban-e? Ilyetnek kérdezni már tőlem, hogy a viharban-e? Mindenféleképpen bármi, ami kijön PC-re, azt én nagyon szívesen fogadom, azon, hogy az én kis Winterstelemen rálandoljon, de mint ahogy mondtam, én már annyira nem szeretem ezeket a jó játékokat, meg ilyeneket, mert össze-vissza nem lehet felvenni, bágóval meg mindent, tehát inkább egy kicsit várok, aztán gyűjtök, aztán bármiféle ilyesmi. Miket, mikor tervezel Cségóban versenyre menni, illetve mit ö, a jövőtől, mind magánéletben és mind gamer pályafutásban? Akkor kezdem a magánélettel. Magánélettel mindenféleképpen annyit szeretnék, hogy ki szeretnék jutni Amerikába. Nekem Amerika lenne a végcélem Washington vagy New York környéke. Úgyhogy ö, nekem mindenféleképpen ez a két opció lenne ugye a végleges célom, de hát ez egy ilyen több öt év, 5-10 évre menőleg van. Itt ki mindenféleképpen szeretnék egy média letenni egy diplomát, amihez összesen két év kéne és jó pár ezer font, úgyhogy igen, arra egy kicsit össze kell majd szednem magamat anyagilag, illetve angolra is fel kell még jobban gyúrni magamat, de hát hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt 9 hónapban megtanultam annyira angolul, hogy konkrétan mindenkinek el tudok magyarázni mindent, meg egy csomó mindent, ha megértek, így, így azért én Válom magamat, de én szerintem ez egy elég ügyes tét volt tőlem. Mondjuk rá is voltam kényszerítve, tehát ki nem tanulna megértett, de hát azért csak hajlék már büszke arra, amit csináltam, meg amit tettem, úgyhogy, Ja. Úgyhogy nekem mindenféleképpen Amerika lenne, illetve itt kéne egy diplomát letenni médiaszakon. Na most médiaszakon belül vagy videóvágással foglalkozni, vagy esetleg ö, operatőrként elhelyezkedni, ezeket lenne ugye a végcélom, de majd kiderül, hogy hogy dobja a sors. Én nem módszkodok attól, hogy konyhán dolgozzak, de ez majd, majd kiderül, hogy kettő közül melyik, vagy három közül melyik fog, vagy esetleg lesz egy negyedik opció, mert az élet dob nekem, mint egy dobókocka. Mihály, ez neked... Ja, bocsánat, illetve a gamer pályafutás. Gamer pályafutásból mindenféleképpen a Counter Strike Global szeretnék nagyon szépen durván professzionális nice szintre eljutni, és hogy miért is. Mint ahogy említettem, nekem ez a hobbim. Ez a hobbim, ez az életem, ez a végcélom. Hogy a, hogy a Youtube-ból, illetve a Livestream-ből tudjam fenntartani az élet szükségeteimet. És igazából azért kezdtem el uh, lanokra járni, illetve azért kezdtem el versenyszintűen kodozni még régebben, mert tetszett az, amikor lemész, versengesz, és, 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 dicsőség, meg, meg, meg sikerélményed van. Ez egy nagyon-nagyon nagyon jó dolog, amikor az embernek sikerélménye van. Még például, amit nem mentek focizni, lősz két gólt, izé, egész pályáról, atya úristen, azt hiszed, hogy megváltod a világot, lekaparod a falat, kijön a csajzárda a Pokémon labdából. Tehát uh, iszonyatosan jó érzés. Na most nálam ugyanez van csak a játék terén. és én a counter ugyanezt érzem. Csak annyi, hogy uh, még csapat terén ugye fejlődni kell, illetve majd, uh, majd ez al alakulni fog, de mindenféleképpen szeretnénk a counter strike nagyon-nagyon jó dolgokat elérni. Nem azt mondom, hogy get right egy szintű lenni, jó lenne, de hát azt szinte lehetetlen behozni, de mindenféleképpen szeretnénk bekerülni a Európa top 10, vagy hát ha nem is 10, top 20 uh, környékére. Úgyhogy ez egy nagyon jó kis dolog lenne. Illetve, uh, mikor lesz az első nap, amikor ott lesztek, mint csapat és eredményt akartok uh, lerakni az asztalra? Természetesen szeretnék eredményt lerakni az asztalra, hiszen miért nem mennék másért uh, ugye a landra. Uh, viszont megismerkedni ugye emberekkel is, mint pluszba. Illetve, um, hát mint csapat, igen, Ezt lesz szeretnénk menni nem mindenféleképpen. Jelenleg boldog embernek tartod-e magad? Igen. Igen, hogyan bírva ne tartanám magamat boldog embernek? Hát ö... ez milyen kérdés, bakker? Igen, boldog vagyok. Eddig semmi baj, semmi baj nincsen. Mm. Ségóban maradsz az eddigi csapatodnál, vagy ö, ha majd jobb leszel, utá ö, el is tudnád őket hagyni? Hát ez egy necces kérdés, de jelen pillanatban én kitartok mellettük, de hogyha kapok egy visszautasíthatatlan ajánlatot, akkor természetesen azt megfontolom, hogy ráboldok e vagy sem. Jelen pillanatban úgy vagyok, hogy a jelenlegi csapatommal ugye kodnékben elég durán benne voltunk a, a top 10-es kategóriába, szóval nem a nem emberekről van szó. Egérjezékük is van, hiszen nem vértlen volt ez. Csak annyira meg kell szokni ezt az egészet. Ennek megpróbálok nekik időt adni, de hogyha ilyen, mit tudom én, több hónap, vagy esetleg több fél év, vagy több évre látszik, hogy ennyire ki fog a nekik az átszokás idő, akkor, és közben jön egy ajánlat, akkor természetesen elég durván fontolra fogom venni a dolgot, de, de akkor sem úgy, hogy tök egyedül, hanem aki, aki úgy rátermette azt azért megpróbálom magammal tartani, vagy legalábbis tolni előre a sikerélmények felé. Hmm. Youtube-on kiket szoktál nézni? Esetleg kisebb videósokat szoktál nézni? Youtube-on kérlek szépen srácok, mint ahogy ezt szerintem nem sokaknak titok, PewDiePie-t szoktam nézni, illetve Cavery Bufla, ryan szoktam nézni a livestreamjeit, videóit csak akkor, hogyha ilyen magyarázós, mert ugye őnek is nem sokára kikerül Amerikába, aztán azt elég éles elég éleskelődöm. Neki a livestreamjeit szoktam nézni, illetve a Alexovicsot, a kis izé, mesebogyónkat, Úgyhogy, ja igen, őket szoktam nézegetni, és még van egy pár külföldi, de azokat most nem kezdem el itt magyarázni. Egy a lényeg, hogy igen, vannak külföldiek, illetve elég sok belföldi, akiket belföldi, hát Magyarországi uh, Youtube-os társam, akiket szoktam leskelődni, igen, igen, igen. Hogyan szereztem Youtube hírnevet? Én nem tartom magamat híresnek a Youtube-on, hiszen soha, de senki nem említ meg a szűk baráti körömön kívül, illetve nagyon mások nem nagyon szoktak velem videózni, vagy nem szoktak példálozni velem, illetve nem lettem meme, meg semmi ilyesmi, tehát innentől kezdve nem tartom magamat alapvetően egy nagyon extra híres embernek, viszont ismertenek, igen, de nem híresnek. Uh, és ezt miért is mondom? Mert egy ismert embert, ah, hallottam már róla, de úgy nagyon nem érdekel, vagy valami. A híres ember pedig az, amikor ilyen vörös szőnyegen mennek, meg ilyenek, ilyen például, uh, hát ugye Alexovics is, illetve mm, Szefi is ugyanúgy, illetve sokak által eléggé durván megkövezett Hörbi is. Bár ott valaki letelíti a szőnyeget, valaki meg csak egy szögeset, hogy lépjen bele, szóval, na mindegy, hogy elég meg, meg, meg hogy is mondjam, egy ilyen közösség szétszakító emberkel, hogy valakinek tetszik, valakinek meg nem. Tehát őket tartom alapvetően híresnek, magamat mag maximum csak ilyen hírhetnek, vagy ilyen valami ilyesminek. De, de nem tartom magamat híresnek, mert, mert szerintem azért az, azért az nem. Szerinted lesz olyan C-Update, mint az Arma 3? A counter Strike soha nem lesz egy Arma ha armával akarsz játszani, menjél armázni. De a Counter Strike-ban nem az a lényeg, hogy minden fűszál úgy dőljön, ahogy annak lennie kell. Nem. A Counter Strike arra lett kitalálva, hogy baromi jól lehessen benne versengeni. Nem pedig arra, hogyha kilősz egy golyót, akkor az hogyan süpped bele a földbe, és hogy tolja szét a földdarabkákat a lőszer előtt. Tehát, na nem. Nem ugyanaz a két játék. Ezt össze, ezt, a, ezt a, a Counter Strike, Counter Strike az eSports-ra lett kitalálva, nem másra. Az Arma 3 pedig egy háború szimulátor, az arra lett kitalálva, hogy élethű legyen. Hmm. Miért pont a Cségó? Miért nem maradtál kodnégynél? Sorolom. Több mint egy éve már ott a kodnégy, ami azt jelenti, hogy se lanok, se netes rendezvények nincsenek, se pénzdíjazás nincsen, se támogatása nincsen, mint például a BenQ, Asus, vagy esetleg bármelyik ilyen nagyobb számítástechnikai cég, vagy esetleg hardware gyártó cég kiszállt a kodné támogatása mögött. És mivel úgy vagyok vele, hogy ha már naponta belülök van be 3-4 órát, és ö, előtte meg voltak ezek, tehát mint például mentünk egy kupára, nyertünk áfortek füleseket, meg ilyeneket, vagy esetleg pénzdíjazást nyertünk, ö, ez most már kiszállt belőle, illetve minden nagyobb csapat abba hagyta a kodnégynek a játszását, ö, így teljesen behalt a játék, nincsen semminek ért, nincsen értelme. Én viszont világéletemben csak kacsingattam a C felé, mint az 1.6, mint a Source iránt, és mivel a Counter Strike Global Offensive-be összegyúrmázódott ez az 1.6, illetve a source közösség, így úgy vagyok vele, hogy igen, ez mindenféleképpen megéri azt, hogy a kód 4 eldobjam érte, hiszen ebben összeszámoltam múltkor, csak a tavalyi évben 880 millió forintos összdíjazás volt 16 rendezvényből, és ez csak a LAN. És itt még nem volt szó a netes kupáról, ami kb. hetente van, nem pedig két-három havonta. Szóval igen, számoljátok ki, 880 millió forint volt az összdíjazás Úgyhogy van miért küzdeni, vannak célok, illetve a Code kiszállt az UAC, ami egy anti-cheat program volt, illetve a Punkbuster is kiszállt, ugye az volt az alap a játéknak, ez is kiszállt, szóval így eléggé elhagyatott lett a játék, igen. És egy ilyen lökött kérdés a végére, te hogyan tennéd jobbá a világot? Hát én arra lehetetlen vagyok, én csak próbálom az én életképemet élet, élet mások felé világítani, de én erre képtelen vagyok, erre ott vannak a politikusok, illetve a híres emberek, de mint amit mondtam, én nem tartom magamat híresnek, én erre képtelen vagyok, úgyhogy igen, ennyi. Remélem választ, na, a kérdésetekre választ kaptatok, én Turbo voltam, sziasztok! Ha tetszik, akkor lájkoljátok, meg kommenteljetek. Sziasztok!